beszélgetünk. Semmi kapkodás. Ugye azt nem látja a kamera, hogy mit csinálsz. Én most dőlt felfelé? Igen. Ojoj. Kijelezzük az elindulási szándékot. Itt a lány és az autó között átvágódunk óvatosan, jó? Ja. Arra figyelj, hogy jön-e valaki hátra. Igen, többször is a tükör oldalra néz. Tekered, kuplum marad. Jön vissza a kormány. Érzed? Igen. És most vissza, és megijelzel balra. És ha nem jött senki, akkor szépen fel is jöhet lassan az egész kuplung, jó? Hello. Keresd meg egy sávot magadnak, mondjuk gyere idébb egyel, igen? Jó. És látod? Ja, igen, már így fel van már. Így jó, igen, 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 igen. És akkor ezen a sávon végig megyünk és elhagyjuk a pályát. Jó. És ugye nem is váltunk kettes, tehát szépen komótosan kimegyünk, jó? Jó. Elkanyarodunk jobbra. Jó, szűken, tehát kuplunk fék. Jó, ugye, mert jöhet be jármű, kuplunk be. A sövénytől semmit nem látsz, hogy jön-e valaki a járdán. Tekerd jobbra, igen. És jobbra is megyünk majd. Látod, nincs gyalogos, vissza a kormányt, és megint jobbra megyünk. Kövesd az ívet, így van. Ennyi, szétnézel, és hú, de jó nekünk. Tűz. Nagyon jó, megy a kettő. És akkor mindig figyeljétek a fordulatot, és akkor nem is kell mondogatnom, hogy hanyas marad. Mennyi Suzuki Ignis láttátok? Igen. Már hármat láttunk, és itt is van egy, ugye ez előzött meg. Nagy menő ez az Ignis itt. Igen. Nekem sem. Itt is nagyon jó a kávé. Akkor igen. Inkább egy Swift. Igen, egyébként tényleg igazad van. A feladata az lesz, hogy ott látsz egy nagy placot valóban. Igen, az egyébe visszafordulsz, jó? Tehát jó. Itt az utca segítségével, vagy a plac segítség visszafordulsz. Tehát én ezt úgy csinálnám, hogy jobbra kijeleznék, jó? Itt, ki. Vagy itt kijelzek jobbra. Igen, kuplunk bemegy teljesen. Ugye, mert minden manőverezési feladat egyesbe. Szépen egyest váltasz, de ez csúnya ez a rész itt. És kicsit jobbra húzol, majd jelzés balra, hátra és visszafordulsz, jó? Oké, okay, mehetsz. Nagyon jó. Így van, nem jöttek sehonnan. És pont el tudsz fordulni. És ahogy becsatlakozz az útra, visszanézel, jó? Tükör oldalra, azaz. Nem jött senki, mész. Rendi? Igen. Egy feladat letudva. Oké, okay, mehetünk. És ugye a vizsga biztos beleszólhat abba, hogy a következő lehetőségnél forduljunk meg. Akkor kiválasztasz egy utcát, vagy egy ilyen nagyobb helyet, és akkor megfordulsz. Nem kell megijedni ettől. Persze, mindig elviszünk. Jó, tehát akkor nem rögtön kell, hanem ahol egy... Ahol látsz egy olyan jó helyet, egy arra alkalmas helyet. Jó. Ugye most ennek az utcának a segítségben nem tudsz megfordulni. Igen. De ugye Gödöllőn van egy hatalmas plac, ahol meg tudjuk ezt csinálni, igen, ugye? És akkor logikusan azt kivárod. Meg hát itt is. Úgy van, és megy a hármas. Mocskára vigyázzon. Csatornázás óta itt is ilyen jók az utak. Igen, nagyjából próbálták leaszfaltozni, mert ez már több rétegű, látod, az egész jó sikerült is. Kijelzed, oldalra nézel. Ó, ez amúgy mindig itt áll ez az autó. Igen, ezt jól, nagyon jól mondod. Ez akárhányszor erről, ez mindig itt áll. Igen, hát nem tétje neki semmi, csak ugye rossz, így van, szép volt a visszatükör, jó volt. Ott is sajtnál jobbos lesz. Szépen egyest váltunk, mert kerékpár út van, látod? Benézel mindkét irányba. Így van, sehol senki, mész. Ugye, mert itt két irányú közlekedésre számíthatsz. Menjünk előrébb, úgy hagyjuk el a kerékpár utat, tedd az ívre, és mehetsz is, így van, csak szűken. Különben össze fogunk érni az osztrával, látod? Így van. És nagyon jó, felfestették végre. Vagy 8 évig nem volt felfestve rendesen. A terelővonalak, képzeld el, csak úgy érzésből mentél, vagy ha valamit még láttál. Nagyon jó, hogy nem szágoldottál, így lejött a gyalogos, és nem kellett megállnod. Na most nem mehet a gáz. Figyeld a bal oldalát is. Jó. Két okból is, ugye? Megy a hármas. Hogy megnézzük meg, hogy jön-e valaki. Nem megyünk át a másik sávba. Igen. Így is megyünk be a kapcsolatban. Tényleg?
Nem? Igen. Igen. Akkor engedd el a gázt, jó? De nem, jó lesz csak. Nem, engedd csak el, engedd el. Jó. Így jobb? Igen. És akár négyest is válthatsz, képzeled. Ha, kezd kisütni a nap mindjárt. Igen, igen. Mindjárt Hawaii Jimmy napfény. Jaj, ezek a csatorna nyílások. Lassabban, ilyenkor ne a gázt nyomd. Jó, erre odaadtam most a gázba. Visszaváltunk hármasba. És nézed a zebrát, és jön is gyalogos, látod? Nem kell megállni, hé, menjünk, menjünk, így van, majd amikor odaérünk. Vissza kettes. Látod? Mert a biciklis tempónál vagy, és menjünk, van is több gyalogos. Nézed a másik zebrát, így van. Jó, és balra fogunk majd kanyarodni a következő lehetőségnél. Tehát mit csinálsz akkor? Jelzés, hátra néz, és besorolsz. Így van, azaz. De szép a belső tükör használat, nagyon jó volt. És végre az első normális. Tegyük hűresbe. Igen, egész jó sikerült. Gyere vissza a kuplunggal, jó? Na most itt nagyon egyszerű Cegléden a lámpaváltás. Ha látod, hogy a gyalogosnak milyen színű itt keresztben, látod, hogy milyen színű? Itt előttünk? Ja igen, ott a... Most zöld. Látod? Zöld. Ahogy átvált pirosra, beteszem. Átváltott, beteszed egyesbe. Mehet? Menjünk egyesbe. Hallgass rám. Így van, és zöldnél indulsz. Látod? Ennyire egyszerű itt. És figyeled, hogy jön eszemből valaki. Ez nagyon fontos. Kicsit igen. A felezőhöz közelebb, igen. És mehetünk is, ugye? Kis gázt adj neki. És tűnsz, menjünk. Gyalogost látsz, amikor ráfordulsz? Nézd meg. Na. Nincs, jó. Akkor már csak azt kell nézni, hogy hol az áron, és mindig mellé kanyarodsz. Nagyon jó. És gyorsíthatsz. Kettő. Jaj. Gyorsíthatsz. Gyerünk, itt nem kell jelezned. Így van. Ilyen tükörön vele nézel, aztán ne legyen melletted motoros. És megy a hármas. Izgulsz amúgy, hogy itt vezetünk? Nem. Ura? Azért nem, nem. Kell. Nagyon jó kis hely ez, ugye? Igen. Én meg ide jártam suliba. Ide, itt jobbra, mi? Igen. Itt sok helyes lány volt, nem? Hát, volt egy-kettő, aki ez a... Még levegő. Csak onnan gondolom, hogy itt sokan ültek kint mindig, igen, amikor igen, napközben igen. Járunk. Vagy jártunk. Fú, meg itt nagyon finom figyel, fagyi van. Igen, ez nagyon jó fagyizó. Igen. Nyáron szoktunk ide jönni, gázál. Figyeled a zebrát, jó, ha nagyon beláthatatlan esetleg kettest is változ, de talán most jó a hármas, igen, mehetsz. És ugye ez az, amit mondtam, hogy itt tele biciklissel, ugye most még sokat nem is láttunk, előzd meg, vagy került ki, de figyelj, mert áll a sor valamiért, jó, vissza kettes, és ez nagyon közeli, most már egyes, most már egyes, ne állj meg, na ez most csúnya volt, jó, oké? Okay? Tehát inkább próbáld a biciklis tempót felvenni, most előzhetsz? Nem, mert zebra jön. Bizony, szépen lassan megy. Ne menjünk rá biciklisre, kuplunk fék. 10 méternél ne menj közelebb a kerékpároshoz, jó? Életveszélyes, oké? Okay? Jó. Nézed a zebrát is, most indulhatsz. Nem ami ott van, úgyhogy nem. Figyelj, Tomit. Így van, megint szétnézel és mozdulsz, már mozdulsz. Ugye, tehát nem kell megvárni, míg elmegy bevásárolni. Tűz. Fú, na hát ezek a... De közel mész a biciklishez. Hát ilyenkor felező. Akik itt jöttek a kacsival, fú, azok, de tudnak biciklizni. Figyelj, figyelj ide. Így a motorom tönkre megy. Nem kéne, kell egy kettest látom, hogy lassabban menni. Jó? 2000-es fordulattal húzatott szegény ma dízát, jó? Nem sietünk, ugye? Megint nem tudsz bemenni, egyes kapcsolsz. És figyeld, milyen mini körforgalom mellani, oda néz. Az a körforgalom közepén. És itt már nem megyünk egyenesen. Majd bemész és eldöntöm, jó? Jó. De ha nem szólok, akkor egyenesen, igen. Igen, nagyon jól csináltad. A biciklis elhalad, most előrébb mehetsz. Igen, figyeled, hogy jön-e valaki a körforgalomba. Vicces amúgy, vicces. Mehetsz, menjél. Hát mert ő kijött, és elhagyod egyenes irányba. Tehát mit csinálsz? Kijelzed. Nem semmi, mi? Hát nem. Zárvonalat megkerülöd, így van, és megy a kettes. És látod, milyen utcába érkeztél? Megy a kettes. Múltkor itt szétnézett valaki, és akkor megnézte, hogy milyen az utca neve, tudod? De itt az egyirányú utcára gondoltam amúgy. És ugye
mivel még kezdő vagy, főleg ezen a részen, ugye nem szólok, de ezt is jelezni kell ám irányásodban, hogy oké, jó, engedd meg, kopjunk fék, megint nem kell megállni, csak belassítod, látod? És mehetsz is. Látod? Ennyi. Balra megyünk, és duplán megyünk balra, ez annyit jelent, ha nincs gyalogos jelzés, de van gyalogos, neked lesz elsőbséged a zebra után, megy az egyes, még egyszer jelez, ugye egy irányú azért kellett balra sorolni, menjünk, neked van elsőbséged, tehát eddig mindenkit beengedtél, itt nem kéne, menjünk, ne nézz előtt, neked nem volt táblád, érted? Tehát őnek ja. Táblája van, így van, oksa, és látod merre kell menni ebből a sávból megint, megint balra, nagyon jó, és megint a gyalogost figyeld, forgatod és megállunk, így van, ugye mert balra jönnek. Na, mert nem itt szólsz, kemény mi? Ez a legnehezebb része, mehetünk, a főtér. Ugye a főtér egy különleges forgalmi rend uralkodik, ugye körforgalmat akartak, csak itt nem lehetett létrehozni, és ezért lehet így körözgetni itt, csak ugye mindig jelezni kell. Megy a kettes. Hiába, hogy egy irányozó, de azért a szélessége miatt ez egy kétsávos egy irányút. Jó, már a papit jelzed is balra. Jelezzél, úgy van, ugye már átmész egy másik sávba, azaz. Gyere vissza. Látod, nem szarozik, bejön eléd. Viszont nagyon szép ez a főtér, ez igen. Este ki van világítva, ugye, hú. Meg a Kossuth tér is, úgy gyönyörű, hogy a Szabadság tér is, nagyon szép ez a Kossuth tér. És kanyarodjunk jobbra. Na most ezzel a Suzuki-val mentem tesztvezetni ott szembe. Kopjunk be. Úgy van, és egyes kapcsolsz. És mehetsz is előrébb, ugye, ha nem jön senki, akkor el is hagyhatod a kereszteződést. Úgy van, és már csak az ábra. Lányokat elengedjük. Szépen indulunk. Úgy van. Balra fogunk kanyarodni. Kijelzed. Oldalra néz, szembe néz, és mehetsz is, ugye? Oké, mehetünk. Gyalogos kopnunk bemegy, ráfordulsz, igen, de nem kell megállni. Ez az, és mehetünk ki. Még az ívekre figyelj, jó? Ha nagyon beereszted ide az elejét jobbra, akkor balról bebújhat melléd bárki. Jó? Tűz. Egyébként szép, ugye, hogy szép? Itt van igen. A Szabadságtér, vagy a kettes. Ezt télen kiszokták világítani, minden fára tesznek ilyen világítókat. Igen, nagyon meg vagy. Itt szokott lenni jégpálya is. Igen, nagyon jégpálya. Szuper, igen. Egy picit jobbra tarts, ugye, mert egy irány az utca. Na most ennyivel másabb, mint Gödöllőn, Gödöllőn egy-két egy irány utca. Igen. Itt meg végig, figyelj, szinte minden második kereszt utca, minden utca egy irányú. Ugye ennek azt kell tudni, hogy szemből nem jönnek, meg ha balra megyünk, balra kell sorolni. Most jobbra megyünk, jó? Gázál, igen. És akkor semmit ne csinálj, csak majd nem. Ja. Így jobb lesz rákanyarodni, látod, hogy elzárt rész van amúgy is, és forgatod. És nem mehetsz be. De bemehetsz, jó. Csak az építkezés miatt azt hittem, hogy nem fognak beengedni, oké. Okay. És mész. Megint szemből nem jönnek, tök jó. Nekem meg itt kellett valahol parkolnom. Itt? Aha, igen. Ez egy jó parkolóhely, szoktam itt egyébként, igen. Vizsgál is. Ez a kettes útvonal egyébként. Csak ugye figyelni kell, mert sok utca van, hogy nehogy megtévedj, hogy az utcán nem parkolhatsz meg. Hát igen. Meg kapu beállóba sem. Igen. Ugye mert várakozás céljából kell keresni parkolóhelyet. Akkor ez a kis motorral is leparkoltatok itt? Aha. Igen. Jó, kereszteződésbe jobbra fogunk kanyarodni. Először jelezzünk. Kuplunk bemegy, megfékezed. És egyes kap.